Ömki Pókháló Citizen Science projekt. Úgy hangzik, mint az új Pókember film címe, de valójában nem az, hanem egy kertbarátok közreműködésével készülő kutatás, hogy felmérje a hazai pókállományt és megvédje azt. De miért is kell megvédeni a pókokat, hiszen a pókok olyan csúnyák, nyolclábúak, szőrösek. Most az, hogy a pókok szépek-e, az egy nagyon szubjektív dolog. Én személy szerint azt gondolom, hogy tök cukik, de azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy nagyon hasznosak, rengeteg kártevőt elfogyasztanak a kiskertben és a mezőgazdaságban is, de sajnos a számuk egyre jobban megcsappant, így aztán épp itt az ideje, hogy védelmükbe vegyük nyolclábú barátainkat. Miért szeressük a pókokat? Röviden annyit érdemes tudni a pókokról, hogy nagyon fontos ökológiai szerepet töltenek be, majdnem minden szárazföldi élőhely esetében. Tehát, hogyha számszerűsíteni próbáljuk a pókok hasznát, akkor azt mondhatjuk, hogy a világ pók népessége évente körülbelül 400-800 millió tonnányi ízeltlábú zsákmányt ejt el. Na most, hogyha ezt Magyarországra vetítve kiszámoljuk a különböző élőhelyek figyelembevételével, akkor azt mondhatjuk, hogy itt Magyarországon a hazai pók népesség évente körülbelül 100-200 ezer tonnányi ízelt lábútól szabadítja meg a magyar lakosságot. A szakemberek azt mondják, hogy Magyarországról most már körülbelül 2 millió fecske hiányzik, ami szintén hatalmas tragédia. 2 millió fecske körülbelül 2000 tonnányi rovart nem eszik meg. Na most ahhoz képest a pókok sokkal nagyobb volumenben fogyasztanak ízeltlábúakat, itt Magyarországon is, és hát sajnos az utóbbi évtizedekben nem csak a fecskék egyedszáma csappant meg hazánkban, hanem a pókok egyedszáma is, ezt már különböző tanulmányok is kimutatták. Éppen ezért fontos az, hogy egyszerűen ne csak a fecskékre, hanem más rovarfogyasztó élőlényekre is odafigyeljünk. Miért van ez, hogy ennyire megcsapantak a pókok? Ennek több oka is van. Egyrészről a természetes élőhelyek csökkenése, az intenzív mezőgazdaság, a nagy mennyiségekben alkalmazott különböző növényvédőszerek, ugyanúgy negatív hatással vannak a pókokra nézve is, és hát a részint a klímaváltozás, a városiasodás, tehát ez mind együttesen hozzájárul ahhoz, hogy fecskékből és pókokból is hát egyre kevesebb van sajnos. Azt tudjuk, hogy a fecskéknek úgy tudunk kedvezni, hogy mondjuk például nem verjük le a fészkeiket, hagyunk nekik lehetőséget arra, hogy itt ott fészkeljenek. Mi az, amit tehetünk a pók barátainkért? Részben azért van kevesebb fecske és kevesebb pók is, mert egyszerűen úgy általánosságban véve a rovarok egyedszáma is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évtizedekben, globális szinten nézve is. És egyszerűen azzal kedvezhetünk, hogyha olyan formában állítjuk helyre a természetes élőhelyeket, hogy ott minél több élőlény megtalálja a számítását, tehát kvázi akár a rovaroknak is jobb élőhelyet teremtsünk azáltal, hogy ne adj Isten mondjuk a kertünkben természetes foltokat hagyunk meg, vagy valamilyen egyéb praktikák, mondjuk rovarhotelek kihelyezésével, alternatív búvóhely vagy élelem kihelyezésével segítsük a rovarok tevékenységét. Ha több lesz a rovar, akkor több lesz a rovarfogyasztó élőlény is gyakorlatilag, és ezzel vissza tudjuk állítani az ökoszisztéma hát megfelelő dinamikus egyensúlyát. Mondjuk egy tipikus méretű kiskertben hány pók található otthonra? Egy kertben igazából a pókok több tucat faja is jelen lehet egyszerre, és négyzetméterenként akár több tucat egyede lehet jelen a különböző pókfajoknak. Az Ömkinek van egy projektje, a Pókháló Citizen Science projekt, ez mit takar? Igen, tehát ez tulajdonképpen ezzel a programmal az a célunk, hogy rámutassunk arra, hogy a kertészkedési szokásainkon keresztül, illetve azon keresztül, hogy a közvetlen környezetünket hogyan alakítjuk, a kertünket, azon keresztül mennyire befolyásolni tudjuk az ott a közvetlen környezetünkben kialakuló, hát ízeltlábú együttesek összetételét.
Na most a pókok az egy nagyon jó csoport, ugyanis a pókok nagyon érzékenyek az élőhely legkisebb változásaira nézve is, a pók közösségek, és ilyen formán, hogyha mi máshogy alakítjuk a kertünket, más pókfajok lesznek ott jelen, és az egyet számuk is ennek megfelelően hát változhat. Na most a program célja az, hogy tulajdonképpen demonstráljuk azt, hogy azok a kertek, azok az otthonok, amikben sokkal inkább meghagyják a szorgos kertészek a kert természetes elemeit, és minél természetesebb állapotokat tartanak fönn, az a kert annál több pókfajnak és egy annál diverzebb pók közösségnek tud élőhelyet biztosítani. Ez nem csak a pókoknak és a természetnek jó, hanem nekünk is túl azon, hogy tudjuk, hogy jót cselekszünk ezzel, mert hogy ezek a pókok gyérítik a kártevőket is a kertben, ahogy tudom. Igen, tehát természetesen a pókoknak lehet abban is szerepe, hogy különböző kártevőket gyérítsenek. Hát elsősorban a kertekben mondjuk inkább a hálószövő pókoknak lehet komolyabb szerepük. A hálóban a kifejezetten kellemetlen szúnyogok gyakran bele tudnak akadni, és hát ilyen formán ezeket tudják gyéríteni a pókok. Mint lelkes pókász, úgy tudom, mindig van nálad egy-két pók, most is hoztál magaddal? Sokszor előfordul, igen, hogy van nálam épp egy pók. Most természetesen a forgatás miatt egy pár pókot azért hoztam magammal. Hát gyorsan otthon a kertben, amivel hirtelen összetalálkoztam, itt most háromféle van épp nálam. Van egy ilyen nagyon jópofa, csúcsos, keresztes pók. Aha. Ez azért érdekes, mert rendkívül ilyen megnyúlt az utóteste, és ilyen nagyon érdekes mintázat van a hátán, és kerekhálót sző, de a hálóban, ilyen függőleges sávban a zsákmány hát elfogyasztott darabkáit beleszövi a hálójába, hogy a madarak a sok törmelék között ne vegyék észre a háló közepén ülő pókot. Úgyhogy például ezt a fajt hát sokszor nehezebb észrevenni a hálóban. Itt van egy hát vörös lábú gyászpók, ez kifejezetten talajlakó, kövi pókok közé tartozó talajlakó pókunk, és nem sző hálót, hanem a talajon vadászva ejti el a zsákmányait, és hát adott esetben ezzel is gyakorta összetalálkozhatunk így talajszinten, bármelyik kertben. És itt van egy nagyon jó pofa, hát úgynevezett a tök keresztes pókok közé tartozó keresztes pók félénk. Onnan lehet felismerni ezeket a tök keresztes pókokat, hogy feltűnően zöld az utótestük, és két sorban fekete pontok vannak a hátukon, és hát ettől ilyen nagyon kis vidám kinézetük lesz. Nagyon gyakran előfordulnak, kis kerekhálót szőnek, mint ahogy a keresztes pókok általában, és bokrokon, kisebb cserjéken előfordulnak gyakorlatilag nagyon sok élőhelyen, így hát a kertekben is. Nagyon cukik. Ha már citizen science, vagyis hát polgári kutatás, akkor milyen módon tudnak csatlakozni ebbe a polgárok? Igen, tehát bárki csatlakozhat, akinek kisebb, nagyobb kertje van, lényegtelen, hogy milyen kertje van. Mi pont azt szeretnénk felmérni, hogy a különböző kialakítású kertek között milyen különbségek vannak a pók együttesek, az ott kialakuló pók együttesek összetételébe. Na most, aki részt szeretne venni ebben a közösségi kutatásban, az az Ömki honlapján, a megfelelő linken tud regisztrálni ehhez a kutatáshoz, és ott egy rövid kérdőívet, a kertjére vonatkozó kérdőívet ki kell tölteni, amiben különböző paraméterekre kérdezünk rá, például, hogy mekkora a kert, vagy rendszeresen nyírja a füvet, tehát ilyen jellegű kérdésekre kell válaszolni, és utána gyakorlatilag egészen október végéig, ha a kertben bármilyen pókkal találkozik, azt hát nagyon hálásak lennénk, ha lefotózná és feltöltené az Ömki honlapján létrehozott felületre. És akkor a projekt végén, az év végén mi összesítjük az adatokat, a fényképek alapján én majd végignézem és igyekszem amennyire lehet meghatározni a beküldött pók találatokat, és aztán pedig összevetjük a
gyűjtött pók adatokat a kertekre vonatkozó adatokkal, és hát remélhetőleg ennek függvényében meg tudjuk állapítani az önki kutatóival, meg tudjuk majd állapítani, hogy melyek azok a kertészkedési tulajdonságok vagy kertrendezési elvek, amik inkább jobban segítik a pókok megtelepedését, és hát a pókokon keresztül a különböző más ízeltlábúak megtelepedését is a kertekben. Úgyhogy pókászásra fel, aki szeretné regisztrálni a kertjét és a benne lakó pókokat, az kattintson a leírásban található linkre. Ha pedig tetszett a videó, akkor legyetek szívesek nyomni egy lájkot, esetleg osszátok is meg, és iratkozzatok föl, mert még nagyon sok jó videó vár benneteket. Sziasztok!